Most mit csinálnak? Aha. Leidézzük a videót. Hihetetlen, hogy egy random jött ötletből egy már most három részes sorozat kerekedik ki itt a csatornám. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket újra. Ennyi év után is meg tud lepni, hogy egy-egy random kis ötletből milyen jó kis videósorozatot tudunk csinálni. Hogyan látnak a Minecraft mobok? Egyszer csak így random eszembe jutott, hogy régen bele lehet kattintani. Azt tudtam, hogy a Creeper furcsán lát, de mondom, nézzük meg, hogy esetleg más mobok hogyan látnak. És azóta rengeteg kommentet írtatok, rengeteg ötletet adtatok, hogy mely mobokat nézzük meg. Az előző részben több órát szenvedtem azzal, hogy melyik verzióban lehet az Ender sárkányt. Sajnos, mint kiderül, ez bugos. És van, akik szerint direkt bugos, hogy ne lehessen bele kattintani, vagy az Ender Dragon több entitás. Ennek nem jártam utána, mert másik mob járt az eszembe, a Wither. Legtöbben ezt írtátok, hogy a Wither hogyan láthat a játékban. Úgyhogy srácok, a mai részben ezt fogjuk lecsekkolni. Itt vagyunk a csodálatos kis teszt világunkban, és hát a mai videóban, ahogy mondtam, Wither-t fogunk idézni, és megnézzük, hogy az hogyan lát, esetlegesen máshogy lát itt, vagy az Endbe. Továbbá még egy mobot a múltkor elfelejtettem megnézni, az Endmite-ot, és még nagyon kíváncsi vagyok a Wither skeletonra, továbbá az Iron Golemre, meg a, mutatom nektek, na mi lesz itt, tippelhettek, mi lesz itt, a méhecskékre. Így van, ebbe a kettő kaptárban lakik méhecske, úgyhogy, úgy hallom, ki is jöttek, mert nem lesz egyszerű. Azt hittátok nekem, hogy milyen lehet, amikor a méhecske bemegy a kaptárba. Na most, sajnálatos módon 99%-ba fogadhatunk arra, hogy ki fog dobni a spektátorból, vagy be se fogunk tudni menni, mert azért az egy óriási easter egg lenne. Reménykedem, azért a mojang szokott ilyen easter egg-eket elrakni, de mióta nincs ott notch, azért nem annyira kreák. De menjünk is a spektátorba, és mondtátok, hogy egyszerűbb lenne változtatgatni gombbal, de én így jobban szeretem írogatni. És megvárjuk, amíg a méhek kijönnek, vagy eszesek vagyunk, és spónolunk le egy másikat. Lehet, hogy annyira élvezik oda bent, hogy ki se akarnak jönni. Úgyhogy leteszünk még egy picike méhet, és belekattintunk. Így van, elengedtem mindent. Hú, de forog. Jézusom, jó, nem a legnagyobb a hely nekik. Tetszik a virág. Eszi a virág. Hallod? Ilyen hangot ad ki, amúgy... Hallod? A darazsokat rühellem, a méheket elviselem, mert tudom, hogy nagyon fontos. Szerintem bement. Szerintem... Aha. Ah, kidobott. Várjál. Megpróbálok ebbe meg... Jaj, de aranyosak! Most mit csinálnak? Beszélgetnek. Tudjátok, a méhek tánccal beszélnek a való életben is, úgy látszik a Minecraftban is. De gyorsan pecintek egy turti juice-t. Idehoztam a hűtőt, nem? Kidob. Kidob sajnos, ahogy bemennek, kidob. Hát ha ezt a videót nézi a Mojangtól valaki, lehetetlen, és úgy dönt, hogy ez nem is egy rossz ötlet. Úgyhogy köszi azoknak, akik írták. Sajnos ezt nem csinálták meg, úgyhogy most már ezt is tudjuk, srácok. Ha a méhecskék bemennek a kaptárba, kidob. Pedig a modos Minecraftos sorozatomban van az a B-dimension, vagy milyen dimenzió, tudjátok, amikor be tudsz menni a kaptárba. Volt is abból egy élőadás, borzalmas. Itt az nincs meg értelemszerűen. Na de, haladjunk is tovább. Menjünk egyet az Iron Golem szemével. Úgy is jön az este, vicces lesz. Rakjunk is le egy Iron Golemet. Úgy voltam vele, hogy rakjuk le úgy, ahogy kell. Szevasz, haverom! Let's go inside you. Így van, sajnos... El is felejtettem, hogy meg tudom változtatni a nézetet. Most olyan, mintha fontosan a szemembe nézne, nem? Merre nézel? Arra nézel? Nem lát sehogy, mármint, hogy mi. Ugyanúgy lát, mint minden egyes normál mob, sajnos. Pedig milyen menő lenne, hogyha ilyen zombi fókuszált lenne. És mondj... Jaj. Beagrózott valamit? Mobok spónolhatnának. Kíváncsi vagyok, amikor ráagrózik egy zombira, az milyen. Már csak azt kéne, hogy ilyenkor tud irányítani. Megszállt a szellemem. Nem, semmi zombi, sehol. Ott van már egy Enderman, látjátok? Ott villogott a szeme. Rakjunk már le egy zombit. Aha. Szét is csapja azon nyomban, figyelj. Ugyanúgy látja a zombikat is, pedig azt hittem, hogy legalább azt megcsinálják, egy kicsit másképpen fogja látni. Na, srácok, most már ezt is tudjuk, hogy így lát
Szevasz haver, ügyes voltál, itt van. Na, figyeljetek ki jött át. Figyeljetek ki jött ide. De ugyanúgy látsz, igaz itt is? Aha, teljes mértékben ugyanúgy lát. Na, akkor menjünk is a videó lényegére. A vidőrre, meg vigyünk magunkkal még kettő ilyet. Annyi, hogy várjál, Endmite-ot azt még itt kéne leszpónolnom, mert... Ne... Ez is ugyanúgy lát. Amúgy ez rettenetes mértékben gusztustalan egy ilyen. Úgy néz ki, mint egy... Ahogy egy volt osztálytársa mondta, egy kalandféreg, aki azt mondja, hogy szóval nagyon gusztustalan féreg. Féreg testű. Fúj. Akkor tessék. Ragd le magad, ugyanúgy látsz. A lényeg, most a Wither Skeleton lesz, amit az endbe fogunk leszpónolni. Szevasztok haverjaim, amúgy gyűlölöm ezt az endet. Sokan írtátok, hogy úgy tudok majd visszamenni, hogyha megölöm az end sárkányt, de tudtátok, hogyha ide leraksz egy teleportot, akkor az ugyanúgy viselkedik, csak visszadob. Na, sajnos a sárkányba nem tudunk belemenni, de leidézzük a Withert. Készen álltok? Ki hogy szokta, én mindig utolsóra hagyom a közepét. Na figyeljetek, hogy lát a Wither a Minecraftban. Megvárom, hogy leidőződjön. Uha. Ugyanúgy lát a Wither a Minecraftban, és most nagyon ideges. Nem is baj. Halljátok? A tuti eszempén is elhozom ide a Withert, az kiírtja nekem az összes Enderman. Simán kiírtja nekem az összes Enderman. Szétver mindenkit. De sajnos ő is ugyanúgy lát, mint az összes többi mob. Kár. Megcsinálták volna ezt is valamilyen másra. Mint a kedves Endermaneket, mert azok itt nagyon-nagyon jól látnak. Invertáltan. Nézzétek már meg, de furcsa a textúrája itt baloldalt, pont a facecamomnál. Érdekes. Tudjátok, mire lennék én még kíváncsi? Fantomra. Mi van, delfin? Tényleg víziállatokat még nem is néztünk. Nézzük csak meg ezt a fantom. Fantom azt is ugyanúgy lát. Annyi, hogy lepked a lepke. Milyen aranyosan lepked. A Wither az itt nagyon király. Figyelj, le is akok ide pár Withert. Mit szólsz hozzá? Rakok ide pár Withert, aztán 6 perc alatt szétkapja itt az endet. Tudod mit? Rakjunk még. Figyelj, mennyi Wither. Let's go! Kapjátok szét az Endermeneket. Na, ezt a mayhemet mi gyorsba itt hagyjuk. Szevasztok! Hallod, mire visszamegyünk, nem lesz end. Akárhányszor visszajövök, amúgy ebbe a világba sötét van, és esik az eső. Ez egy borzalmasan esős világ. Na de, szerintem megcsináltunk mindent ebben a videóban, amit szerettem volna. Még esetleg, hogyha van olyan mob, amire kíváncsiak vagytok, vízi mobok, stb. Azt írjátok le a komment szekcióba, ugyanúgy, mint idáig. Sajnálom, mert úgy látszik, hogy csak tényleg egy-kettő mobnál csinálták meg azt, hogy különlegesebben lát, pedig tök fun lenne. Üres a chestünk újra, úgyhogy még egyszer, srácok, még a skeleton nem próbáltam ki, de lehet, hogy őt már amúgy próbáltam. Nézzük meg. Ugyanúgy lát. Szóval, srácok, így fogok elköszönni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor veressetek egy lájkot. Ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot ezzel jelezvén. Örülök, hogy minden egyes nap itt vagytok velem 18 órakor, és a tuti juice legyen veletek. Sziasztok!